műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták napról napra, hétről hétre ebben a műsorban. Igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat és történeteket bemutatni, önöknek közelebb hozni egy-egy izgalmas szakmát is akár. Stúdiónk vendége Kovács Lóránd Olivér, a Szent István Király Múzeum július közepén kinevezett szakmai igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm, és én is köszöntök mindenkit. És már a nézőknek előre a figyelmét felhívom arra, hogy tegeződni fogunk, hiszen nagyon-nagyon régi ismeretség köt minket össze, sok-sok közös munka, úgyhogy ezért így készül ez a beszélgetés. Július közepén neveztek ki a város és a fenntartó és a múzeum vezetésének az egyetértésébe. Mekkora kihívás operatív igazgatónak, szakmai vezetőnek lenni egy ilyen hatalmas intézmény élén? Egyszerre nagy, és egyszerre igazából nem is túl bonyolult. Itt ilyen, ez egy ilyen kettős dolog. Tehát a elsőre persze ez mindig ilyen unalmasnak hangzik, hogy hisz, ez a csak a napi ügyek vitele, nem kell kitalálni semmi extra, de ez azért egy nem igaz. Tehát, hogy egy közintézmény, és hát ezen belül is egy múzeum, tehát egy kulturális intézmény, az mindig arról szól, hogy a szakma szabályai, elvárásai és egyben a látogatók elvárásai között egy egyensúlyt teremteni, hisz semmit nem ér egy múzeum, hanem megy be egy látogató. És hát emögé egy, tényleg, ahogy említetted is, egy szép nagy apparátust kell megpróbálni, illetve hát most már ennyi idő elteltével szerencsés módon azt mondom, hogy sikerül is, egy ugyanabba az irányba, tehát egy cél irányába terelni. És hát, hogy ebből valójában a háttérmunkából a látogatónak is nagyon lásson semmit, ő mindig csak a produktummal, a kiállítással, a rendezvénnyel találkozzon, és ott felhőtlenül jól tudja érezni magát. Mondjuk ebben jól jön-e az a projekt szemlélet, amit a tapasztalatom szerint a régi szakmára jellemző, hogy projektekben gondolkodnak, projekt szemlélet jellemzi az összes feladatukat? Igen, ez hát részben a régi szakmára is jellemző, meg hát részben az én egész életpályám is valójában így alakult. Tehát, hogy én mindig minden munkámban konkrét feladatot vállaltam el. Tehát, hogy persze természetesen közintézménynél dolgozok, tehát ugyanúgy, ugyanán típusú állásban, mint bárki más az intézményben, de a megbeszélések tárgya az mindig az volt, hogy mégis mi az a cél, amit szeretnénk elérni, mi a feladat. És hogyha ebben találtam közös hangnemet, mint ahogy itt most jelen esetben is ez történt, illetve meghatároztuk, hogy mi a cél, akkor vállaltam el. Tehát, hogy én is ember vagyok, mint bárki más, természetesen pénzből élek, tehát hogy az is természetesen szempont, de a feladat nélkül, tehát hogyha nem tudom, hogy mi a cél, akkor én valójában nem nagyon tudok működni. A feladat az meg így, hát modern szóval élve, tulajdonképpen projektmenedzsment. És hát ez mint meg annyi kis résszel, hisz a múzeumban nagyon sokféle tevékenység folyik. Tehát a restaurálástól kezdve a régészeten át, a művészet történetig, de akár csak az üzemeltetés, ezek is mind meg annyi picike projekt. Azért, hogyha valaki eredendően régész lesz, és régésznek készül, akkor ehhez képest egy kicsit unalmasabbnak tűnik ez a dolog, de akkor ebben is meg lehet találni az izgalmat? Egyáltalán nem unalmas. Én hát természetesen sokat dolgoztam terepen, hát maga a pályám is egyébként Gózionban kezdődött, de utána nagy beruházásokon több 10 hektár feltárását vezettem én személyesen. Itt javarészt egyébként itt Fehérvár megyében, illetve Székesfehérváron, de ezek során engem valójában mindig a végrehajtás, meg a cél elérése, és hogy utána az valahogy láthatóvá tegyük az embereknek. Ez lehet, hogy csak egy újságcikk mondjuk egy kevésbé fontos dolognál, de mondjuk ideális esetben egy kiállítás, vagy akár 40-50 év eredményére épülő rendezvény, mondjuk egy Florália Gorzium esetében,
vagy ami talán frissebb, ugyebár a lovagok napja, most a királyi napok alkalmával, ami szintén nagyon sok kollégának az ötletéből, munkájából adódott össze, de hát ez is egy projekt volt, amit egybe kellett fogni, és irányba kellett tartani, akár csak úgy is, hogy mondjuk egy kollega aznap reggel, hogy úristen, nem találom a pólómat. Tehát, hogy ez mindenféle szint van ebben, természetesen a pénzügyi szinteket is beleértve, tehát így összességében ez nem unalmas, sőt, hát valójában ettől működik. Tehát engem ez a szervezési menedzsment része az, ami hát igazából boldoggá tesz, motivál. Akkor az ilyen komplex feladatokat szereted, mondhatjuk ezt? Abszolút, igen. Tehát, hogy az nem az én műfajom, hogy leülne egy asztal mögé, és nem tudom, 15 nagy monográfiát írni, de ebből az a rész, hogy megteremteni a lehetőséget a kollégáknak, és hát elérni náluk, hogy azt meg is tegyék határidőre, az viszont igenis érdekel, illetve hát magukat a témákat megtalálni, ami nem csak számunkra, tehát hát most egy régészeti téma, még csak a római korra foglalkozó régészeknek érdekes, hanem azt igenis valaki el fogja olvasni, mert mondjuk, ami Fehérvár környékén aztán mindenki ismeri, mondjuk a Szeúzó témához kapcsolódik, tehát, és hát annak a hangneme is, tehát a kiadványnak is olyannak kell, hogy legyen a hangneme. Tehát lehet egy tudományos mű is úgy megfogalmazva, hogy azt bárki el tudja olvasni, úgyhogy élvezze. Tehát, hogy ezek a részek, amik engem motiválnak. Most elmondtál egy érdekes gondolatot, római kor, hiszen római koros régészként végeztél. Miért éppen a rómaiak? Ó, ez viszonylag egyszerű. Most azon kívül, hogy gyerekkoromban a rómaiak, illetve a középkori emlékek tetszettek, később, ahogy így elkezdtem azon is már gondolkozni, hogy mindezt, hogy lehet láthatóvá tenni, bemutathatóvá, illetve tehát mi az, amivel tudunk valamit kezdeni, úgy, hogy az ott eredeti fizikai valójában is megmutatkozik. Egyszerűen a felhasznált építőanyagok terén ez a két időszak van, tehát a római kor, illetve a középkor a Kárpát-medencében, amit hosszú távon, fenntartható módon meg lehet mutatni bárkinek. A többi korszakban is vannak megmutatható dolgok, csak ahhoz mondjuk azt úgy képzeljük el, hogy még egy római ház az ugyebár mondjuk legalább kő alappal rendelkezik, addig mondjuk egy őskori ház az fából, földből, ilyesmiből készült, amit be lehet mutatni nagyon-nagyon sok idő alatt, nagyon-nagyon sok pénzért, és mondjuk a legextrémebb esetben mondjuk egy komplett hangárt kell, egy légkondicionált hangárt építeni fölé, ami hát azért mondjuk a magyar valósághoz igazodva nem teljesen reális. És hát ebből a két időszakból hát tulajdonképpen valójában azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy miért pont a római kor lett, az leginkább az, hogy beleszerettem Górziumba. Tehát, hogy ezen mondjuk így nincs mit szépíteni. És akkor a Górzium is elhangzott, hiszen Górzium mindig is a szívügyed volt. Hogy kerültél Górziumba? Górzium az egy érdekes dolog volt. Azt én gyerekkoromban is tudtam, hogy régész szeretnék lenni. És akkor egy kanadai kutatócsoporttal együtt dolgozott, amikor én gimnazista voltam, Fitz professzor úr. És hát elvileg lehetőség lett volna, hogy diákok is menjenek oda dolgozni, gimnazistákról beszélünk. Mivel én a kanadaiak megítélése szerint túl messze laktam Górziumtól, ezért hivatalosan nem mehettem dolgozni, ellenben, mint látogató, gyakorlatilag ott ronthattam a mindennapjaimat egy hétig. És hát igazából utána, ahogy elkezdtem az egyetemet, akkor már viszont, mint egyetemi hallgató részt vettem, akkor már teljesen tisztán csak a Fisz professzor úr által vezetett ásatási szezonokban. És hát, hogy is mondjam, ez egy érdekes dolog, tehát, hogy amikor egy idős ember, akiről az ember már azt gondolná, hogy nem nagyon érdeklik a modern technológiák, ásatási technikák hasonlók, és hát ugye lelkes egyetemista mesél neki a stratigráfiai rendszerről, Harris Matrixról, mindenféle csúnya szavakat mondok, de mindegy, ezek mindenféle ásatási technikák, meg dokumentációs technikák, és egyszer csak oda kezd figyelni egy ilyen kis ifjonc senkire, és a következő évben megtette azt, hogy
az ásatás duplán volt dokumentálva. Tehát egyrészt az ő régi típusú ásatási dokumentációjával, másrészt ugyanezzel szinkronba azzal, amit én ajánlottam neki. És az ásatás végére az újabb technikákból gyakorlatilag volt egy kész dokumentáció. És akkor nekem azt mondta a fisztanár úr, hogy jó, akkor a régi dokumentációs rendszert elfelejtjük, és akkor jövőre már csak ebbe dolgozunk, és egyébként meg, ugyebár akkor a szakdolgozatát innen írja. És hát így gyakorlatilag onnantól kezdve ott ragadtam, mindenféle verzióban a egyetemistától, a beosztott régészig, a parkvezetőn át, mindenféle voltam, szakmai tanácsadó, éppen ami a sors hozott, hogy milyen címkével dolgozhatok Gorziumért. Érdekes dolgot említettél, az ásatási technikákat, meg a tudomány fejlődése is nyilván szóba jöhet ennél a kérdésnél. Érdemes-e újból és újból, mondjuk, ahogy a technológia fejlődik, egy-egy területet megvizsgálni, vagy az eredményeket, vagy az ottani leleteket újra és újra kutatni? Abszolút. A régészetet kicsit mindenki úgy képzeli el, hogy egyszer kiástuk, kisecsettel, lapáttal, és akkor hurrá, mindent tudunk, rendben vagyunk. Na, ez a valóságban úgy néz ki, hogy a régészet is ugyanúgy, ahogy bármi egyéb technológia, maga az, hogy hogyan tárunk föl, hogyan dokumentáljuk, az is folyamatosan fejlődik. Bocsánat. Illetve az is, hogy utána mi történik a feltárt tárgyakkal, épületekkel, illetve azzal az információval, amit összegyűjtöttünk. Tehát van olyan példa is, ami egy feltárás után 40 évvel később lehetett beazonosítani, hogy egy épületen belül egy helység az micsoda, egyszerűen azért, mert a dokumentáció egy másik szemlélettel újra át lett nézve, digitális technológiával újra össze lett rakva, és egyszerűen kiadta azt, hogy ez mondjuk egy éppen nem egy gorziumi példa, de azt hiszem elég szemléletes, hogy egy kicsi helység, ami ablaktalanul egy villaépületben mindentől elzárva, viszont folyóvíz megy át rajta, na vajon mi lehet? Ez ugyebár a mellékhelysége volt az épületnek, de ez korábban nem állt össze így, hisz ezek az információk ugyan léteztek, de a mostani technikáknak köszönhetően állt össze egy kompakt egységgé, amivel így összeértek ezek a szálak. A másik, ami egy érdekesség, hogy azért manapság a régészet az már nem úgy kezdődik, hogy fogjuk az ásót és megyünk ki és ásunk egy nekünk szimpatikus helyen. Hanem először mindenféle roncsolásmentes módszerrel megvizsgáljuk az adott területet. Ebben a geofizika, légifotó, lidar, ami egyfajta távérzékelés, tehát aki nem tudná, a lidar az nagyjából úgy működik, hogy látunk egy repülőt vagy egy drónt, ami csinál mindenféle felvételeket, igen ám, csak hogy ezzel az eszközzel a növényzetet le lehet szűrni ezekről a felvételekről. Tehát hiába van egy erdő akár a területen, az alatta lévő talajt és annak a domborzatát látjuk, és hát ahol egyszer az ember bármit csinált, akármikor, akár nagyon sok ezer évvel ezelőtt is, akár 10-20 ezer évvel ezelőtt, annak mindig van nyoma. Az egy esetben nincsen nyoma, hogyha aktív mezőgazdasági művelés van, de olyankor is egyébként, ha jó időpontban csináljuk ezeket, tehát mondjuk amikor például mondjuk búza nő rajta, vagy árpa, vagy bármi ilyesmi, amikor elkezd elindulni a vegetáció, mondjuk ahol mélyedés van, mert mondjuk valaha valaki egy árkot ásott, ott sokkal magasabb lesz és zöldebb a növényzet, hisz alatta sokkal nagyobb részen van humusz, tehát tápanyagban gazdag rész, ahol meg mondjuk egy fal van, mondjuk 20 centivel a mostani felszín alatt, ott meg ilyen kis satnya valami fog nőni, hisz nincsen miből tápanyagot vegyen föl. Tehát, hogy igazából még a mezőgazdaságilag művelt területeken is működik ez. És hát miután ezek az eljárások lementek, amik egyébként most már azért elég fejlettek, tehát még geofizikai eszközökkel, ha van idő és pénz, akkor akár 12 méter mélyre is le lehet látni. Ha ezek mind megvannak, akkor már célirányosan lehet megkezdeni egy feltárást. És hát van egy olyan fogalom, hogy örökségvédelem, ez nem véletlenül más, mint a régészet. Ennek a szempontjait is figyelembe kell venni. Tehát az egy dolog, hogy mi föltárjuk, mert vagy minket érdekel, vagy a megbízónkat érdekli, de hát utána mi is fog azzal történni.
Tehát ezt mindig előre kell végig gondolni. Tehát például a modern tervásatásoknál mindig előre kell már arról gondoskodni, hogy mondjuk ha egy római villaépületet tárunk föl, akkor azzal utána mi fog történni. Hiszen a fölötte lévő talajréteget megbolygatjuk, még ha csak simán a földet vissza is rakjuk rá, az már nem ugyanolyan tömörségű lesz, tehát nem ugyanúgy fogja védeni. Tehát akár a talajmenti fagy is komoly károkat tud okozni az adott épületben. És hát ezek miután így mindenki ezt végig gondolta, természetesen a megfelelő forrásokat megszerezte rá, ja és persze utána még az előkerülő tárgyakhoz szükséges raktári kapacitást és az ahhoz szükséges forrásokat, na utána érdemes csak belevágni egy tervásatásba. Ebben egy picikét más egyébként a nagy beruházások, hisz amikor egy gyár épül, akkor értelemszerűen az a cél, hogy a gyár megépüljön. Tehát ott azt kell megoldjuk, hogy minél inkább a lehető legtöbb információt és a legtöbb mozdítható dolgot onnan a közgyűjteménybe be tudjuk vinni. Akik ugye ismerik a mi közös munkánkat, azok tudják, hogy a SZEUZO kutatások kapcsán is rengeteget dolgoztunk együtt, és mondjuk ott azon a területen is, a SZEUZO kincsekkel összefüggésbe hozható épületkomplexum területén, nem véletlenül nem mondom ki, hogy palota, amit korábban emlegettünk, azért ott is ezekkel a roncsolásmentes vizsgálatokkal komoly eredményekre lehetett jutni. Igen, abszolút. Hál' Istennek van egy lelkes fiatal kolléga, aki most jelenleg drónfelvételekkel dolgozik, de bevállalta azt, ami eddig egy komoly problémánk volt, hogy folyamatosan figyeli a növényzetet a területen, hisz tervkutatásoknál nem okozhatunk zöld kárt a gazdáknak, hát mindenki gondolja el, hogy még bemegyünk a kertjébe és letapassuk a veteményest, akkor mennyire lenne boldog. Na, ugyanez van a szántóföldön is. És amikor megtörténik az aratás, akkor remélhetőleg végre meg tudjuk csinálni a geofizikai felmérését is a területnek, hisz korábbi adatokból részben Nádorfi Gabriella által beszerzett adatokban, részben a Gabriellával együtt dolgozó egyéb szakmáknak a képviselői által begyűjtött adatokból, azt tudjuk, hogy ez az épületkomplexum ez nem önmagában áll. Tehát, hogy itt nem egy vidéki villát vagy ilyesmit kell elképzelni, hanem körülötte még utcák, épületek vannak. És ezek a legutóbbi drónfelvételek, ahol egyébként szeretném megemlíteni a kolléga nevét, mert azért ez elég erősen az ő dicsősége, tehát Rétfalvi Teofilról van szó. Ezek újabb, egyértelműen kőből épített épületek nyomát hozták elő az épület komplexumtól déli irányba, illetve, ami egy nagyon nagy dolog, hogy ő a korábbi adatokat georeferálta, tehát a mai elvárások szerinti pontosságúra összerakta egy digitális állományba. Tehát összetudjuk vetni a korábbi adatokat, illetve a mostaniakat, és hát a mostani geofizikai felmérés, ami remélem idén végre megtörténik, hisz így, hogyha folyamatosan tudja valaki figyelni a területet, akkor megtaláljuk azt a akár csak pár napnyi lukat, amikor kárt sem okozunk, viszont az eszközöket is tudjuk használni. Lesz végre egy alaprajzunk erről a területről, hisz ezt már Gabriella felvetette, hogy ez egyfajta ilyen belvárosias rész, ami körülveszi ezt az épületkomplexumot, amihez egy-egy adatunk volt, de hogy így egészében, tehát mondjuk egy utcahálózatot lássunk, vagy hogy mondjuk egy inzulát, ami mai szóval ez mondjuk, nem tudom, egy lakótömb, vagy valami ilyesminek lehetne. Társasház. Nem feltétlenül, tehát ez több épület, tehát hogy ahogy mondjuk mit tudom, négy utca körbe vesz egy csomó épületet, és ez a csomó épület együtt egy inzula. Tehát, hogy ezeket, ha be tudnánk azonosítani, az egy hatalmas előrelépés lenne. Nem csak a SZEUZO kincsek előkerülési helyszíne tekintetében, hanem hogy mégis mi egyáltalán ez a szabadbattyáni helyszín. Mert hogy jelenleg azért elég szorványos adataink vannak, hiába zajlik azért ennek a környéknek a kutatása. Most ebbe beleértem egyébként egészen le déli irányba Gorziumot, sőt még egy picikét még délebbre, illetve északi irányba akár Nádasladányig is ezt a egykori Sárvíz folyó menti szakaszt. Azért ez egy, több mint 150 éve, igen. Tehát több mint 150 éve kutatott mindenféle aktuális régészeti módszerekkel, és hát nagyon-nagyon sok adatunk van, ebből van az a jelenlegi összkép, hogy egy nagyjából egy 40 km hosszú, és a Sárvíz egykori oldalán egy-egy kilométer széles település halmazról beszélünk. Több kikötővel.
Igen, az igen, ez jó, hogy szóba került. Ugyebár a gorzimi kikötőt azt ismerjük régebbről, ezt még a 80-as években ficcenőik tárták föl, de egy pár évvel ezelőtt egyébként pont Gabriellának egy ilyen elszólása vagy véletlen megfigyelése kapcsán, amit akkor tett, amikor a jelenlegi Malom csatornának a sima vízügyi tisztítása volt, akkor ő így följegyezte, illetve hát nekem még szóban is mondta, hogy hát azon úgy falak mennek át, tehát hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy amit eredetleg sárvízmedernek gondoltunk, ami most egy szép nagy legelő a két csatorna között, hogy hát oda mennek be falak, hát hogy valami nem annyira stimmel. És hát ott találtunk egy picike magaslatot, és szerencsére a teleknek a tulajdonosa az hozzájárult, hogy ott csináljunk geofizikai mérést, és kiderült a pici magaslatról, hogy ez egy természetes földnyelv, amire a rómaiak építettek egy épületet, ami szépen leköveti a folyópartot, és hát ráadásul olyan kicsit raktár kinézete van. Na most azért ez a római korban nagyon más nem tud lenni, mint egy kikötő. Azért vagyok így ennyiben egy picit óvatos, hiszen ameddig nem tárjuk föl, addig bármi kijöhet belőle, meg az ellenkezője is, de azért nagy csoda lenne, ha ebből nem egy újabb kikötő kerülne elő, ami azért izgalmas, hisz 4. századi kikötőt, folyami kikötőt, birodalmi szinten is nagyon keveset ismerünk. Azért neked kicsit helyzeti előnyöd is van, hiszen te a kezdetén is ott voltál Nádorfi Gabriellával az ásatáson, hogyha jól tudom. Igen, én voltam kint diákként még a Gabival együtt dolgozni egy pár szezonban, aztán utána, amikor én ugyebár már Gorzimba dolgoztam, akkor természetesen volt kommunikáció a két helyszín között, illetve hát amikor még ment a mindenféle külföldi oknyomozó újságírók, stb., tehát hasonló megkeresések jöttek Magyarországra, akkor volt, hogy én kísértem őket. Természetesen úgy, hogy előtte Gabriellával át kellett beszélni, hogy akkor mi, egyrészt mi az, ami elhangozhat, de mi az, amit mi kifelé láttatni is szeretnénk. Hisz mindig az volt a vád Magyarország felé, itt nem speciálisan Magyarország, hanem az ókori Pannoniát értem most ez alatt, tehát nagyjából a mai Dunántúlra kell gondolni, hogy hát ez egy határszéli provincia, itt csak katonák mozogtak, hát hogy lett volna már itt olyan gazdag ember? Na most ehhez képest teljesen mindegy, hogy mi a funkciója például a Gabriella által feltárt épületkomplexumnak, de hát 13 ezer négyzetméter, tetőtől talpig ki van festve, tehát hogy azért itt ez, ha nem is egy palota, akkor is egy annyira hatalmas épület, és olyan mennyiségű pénzt öltek abba, hogy az az épület ott álljon, ami mondjuk úgy, hogy azért egy római szemszögből is nagyon nem az átlag ember. Ezek a felső 10%-nak akár egy kereskedelmi lerakata, vagy bármi ilyesmi, de hogy ez nagyon gazdagnak kellett lenni az ókorban is, hogy ilyet megengedhessen magának az ember. Ugye beszéltünk már a római korról, de a középkor, bár papírosan nem tartozik hozzá, de nagyon sok középkori feltáráson is részt vettél. Igen, hát egyrészt itt bent Székesfehérvár területén is, részben családi házakhoz kapcsolódóan, illetve nem, javarészt családi házakhoz kapcsolódóan, részben nagy beruházásokhoz kapcsolódóan, de azért messze, ami a legizgalmasabb, és egyébként bármilyen fura is, hisz kilométerre odébb van, de Fehérvárat is elég komolyan érinti, a perkátai elkerülőnek a feltárása volt, ahol a jelenleg egy tömbben feltárt legnagyobb középkori temetőt volt szerencsém feltárni. Egyébként az egyik középkori perkát a településsel együtt, ez egy több mint 2 kilométer hosszú ásatás volt. Több mint 5000 elhunytat tártunk föl. Amitől izgalmas ez egyébként ott helyben is, illetve Székesfehérvár szempontjából is, hogy a középkori kunoknak a hagyatékára bukkantunk rá. Na most ezek a kunok, egyrészt ennek az ásatásnak az eredménye alapján lehet már azért így, hát ez egy 10 éve volt ugyan, csak a mennyiség miatt azért a feldolgozás az még mindig zajlik, de pont tavaly egy konferenciára készülve Hatházi Gáborral lehetett végre egyértelműen kimondani, hogy a 13. század vége, 14. század elején telepítik csak át őket a Duna-Tisza közéről a mezőföldre, aminek ugyebár az északi végében van Székesfehérvár,
És hát a kunokról viszont tudjuk, hogy egyértelműen királyi birtokra telepítik őket, és egy teljesen egyértelmű feladattal, ők a király személyes hadserege. És hát a királynak a székhelye, ugyebár ebben az időszakban Székesfehérváron van. Tehát, hogy ez egy teljesen... királyi hadsereg lehetett akkor? Hát kvázi egy királyi magánhadsereg. Ez egy átmenet a testőrségtől számítva a regulális hadseregig, éppen mire volt szükség. De hát így ez egy közvetlen kapcsolat van, és hát ezek a perkátai kunok, ezek például teljesen egyértelműen, mit tudom én, szolgálattal, jelentéstevés, bármi hasonlóval, hanem is persze kompletten mindenki, de mondjuk az aktuális vezetőjük, az napi, havi, heti, bármilyen szinten, amit meghatároztak neki, ő szépen bebattyogott Székesfehérvárra, ott a kötelező előjárónak megtette a jelentést, vagy ha éppen személyesen ott volt az uralkodó, akkor neki személyesen, hisz ők közvetlenül voltak alárendelve, tehát hogy nem volt köztük semmiféle fokozat, ők nem jobbágyok voltak, tehát ők egyfajta nemességnek is tekinthetjük, hanem is konkrét nemesi kiváltságlevélre kell mindig gondolni, de ők személyükben szabadok, tehát ők azt csinálnak, amit akarnak, viszont cserébe ezért ezt a szolgálatot kellett, hogy ellássák. Amikor egyeztettünk a mai beszélgetésről, akkor arra kértelek, hogy hozzál magaddal számodra fontos dolgot, vagy dolgokat. Nyilván én másra számítottam, ehhez képest érkezett egy óra és egy autó. Ezek mit jelentenek számodra, illetve miért ezeket hoztad? Igen, az autó az teljesen vadonatúj. Konkrétan 2 napja vettem, már hogy azután már, hogy megbeszéltük, illetve bocsánat, az előtt még fordítva. Tehát akkor még nem tudtam, hogy lesz egy ilyen kérés felém. Az szintén egy ilyen gyerekkori, hogy is mondjam, beragadt, vagy nem tudom, így hozzátartozik a személyiségemhez, hogy nagyon-nagyon szeretem az innovatív dolgokat, amik egyszerre viszont kényelmet adnak az embernek. Ez most lehet egy kicsit fura, de talán a nézők látják, hogy egy Citroen DS-ről van szó. Ez nem a reklám helye, hisz ezt már nagyon régóta nem lehet kapni ilyen autót. De nyugodtan fel is feheted, hogy meg tudjuk mutatni. Tehát róla van szó. Ez ugyebár a 70-es években volt az év autója, és amit erről tudni kell, hogy ez volt az első olyan autó, ahol az átlagember számára a hidraulikus rugózás nyugodtan... Csak megmutatom, hogy az a légét is lássák. Jó. Szóval a hidraulikus rugózás, ami olyan, mintha szó szerint egy ilyen varázsszőnyegen ülnénk, az így bárki számára elérhetővé vált, és az egész autót úgy találták ki, hogy az ember köré fonódjon, tehát hogy az ember van a középpontban. Tehát hogy igazából nekem ezért tetszik nagyon. És hát emiatt is vettem meg. A szín az egy másik dolog, a életem első saját pénzem vásárolt autója, az ugyanilyen színű volt, tehát hogy ebből a szempontból voltam befolyásolt. Az óra az más szempontból érdekes, az nem új tárgy, az csak szépen csillog, ez édesapám órája volt. Ez egy több mint 30 éves óra, és igazából az óra miatt hoztam el. Az idő múlása az a régészetben, illetve a különböző menedzsmentben is egy rendkívül fontos tényező. De nem pont úgy kell elképzelni, hogy úristen, még 5 perc, és akkor lekéstem mindenről, hanem nagyon tisztába kell lenni azzal, hogy mire mennyi idő kell, illetve mennyi a kifutása. És hát igazából az órákat én ebből a szempontból nézem mindig, és a másik, ami miatt izgalmas persze a személyes értékén túl, hogy ez egy olyan óra, ami egyszerre kézműves termék, és egyszerre ipari termék is. Tehát most nem a márkája a lényeg ebből, de ez egy olyan japán óra, aminek mondjuk a szíja ugyan szépen csillog, de most azon kívül persze, hogy egy része be van aranyozva, de nagyjából semmi, egy tucat termék, de maga az óra szerkezet belsejének a 2/3-át, azt még japán mesteremberek rakták össze, tehát hogy akkoriban még erre odafigyeltek. És hát valami ilyesmi egyébként a kultúra meg a múzeumi élet is, hogy felhasználunk
mindenféle ipari sorozatgyártott dolgokat, de hogy abból valami érték legyen, abban ott van az ember, meg ez a kézműves tevékenység. Most az mindegy, hogy azt fejjel végezzük, vagy fizikailag kézzel. Én köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velünk. Én is köszönöm. És köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ezt az adást visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján, és természetesen holnap is várjuk majd önöket fehérvári beszélgetésekkel itt a Fehérvár Televízióban. Köszönöm, hogy itt voltak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.